Egy társasházban őszi kertészeti munkálatok zajlottak, amikor egy érdekes levelet kaptam az ottani közös képviselőtől, aki a következő levelet juttatta el hozzám a lakók nevében. Kedves kertészet! Az aggódó lakók megnyugtatására még annyit szeretnék kérni, hogy néhány sorban írják meg, hogy csak olyan növények kerülnek most kiültetésre az őszi szezon folyamán, amiket konkrétan lehet ősszel ültetni, és ezeknek nem keletkezik semmi káruk a mostani ültetéstől, sőt esetleg még előnyükre is válik. Tehát igazából, tehát itt arról van szó, és ezt azért gondoltam egy videóban rögzíteni, mert ez nagyon sokszor kérdésként előkerül, hogy miket lehet ősszel ültetni, esetleg miket lehet tavasszal ültetni, és miket lehet nyáron ültetni. No, hát a jó hír az, hogy néhány kivételtől, például szoktuk mondani, hogy gyümölcsfák tekintetében a barackokat talán jobb tavasszal ültetni. Hogyha tudjuk, hogy egy erős tél lesz, amit persze hát nem tudom, mert honnan tudnánk, akkor azt mondom, hogy egy lejlandciprus talán érdemesebb, hogyha olyan helyen van a kertünk, mondjuk inkább tavasszal ültetni. De igazából nem ez a kérdés, hogy milyen évszakban ültetünk, hanem az a kérdés, hogy milyen kiszerelésben ültetjük. Hogy a konténeres anyagot ültetünk, mint például itteni a társasháznál is történt, a társasház az én kertészetemből megrendelte a teljes növénykollekciót a társasház kertjének a felújításához. A lakók, hát sokan ugye iskolában tanulták, vagy annak idején úgy szocializálódtak, hogy hát elsősorban tavasszal ültetjük a növényeket. No, hát az ő megnyugtatásukra aztán azt a választ írtam meg nekik levélben, hogy természetesen ősszel épp úgy lehet ültetni, sőt bizonyos szempontból még kedvezőbb is, de gyakorlatilag akkor, amikor arról beszélünk, hogy konténeres növényeket, már begyökeresedett konténeres növényeket ültetünk, akkor igazából indiferens az, hogy a vegetációs időszak elején, közepén vagy pedig a végén vagyunk.